valós munkája az MLM? Tanár úr, kérem, nem értem a kérdést. Mi az, hogy valós munka? Vajon mire gondolnak azok, akik ilyen hirdetéseket adnak fel, hogy valós munka? Nálunk Jászberényben, ahol én felnőttem, volt egy mondás, hogy csak a gyárban, a földeken és a bányában dolgoznak. Meg aztán hallottam már olyat is, hogy csak az dolgozik, akinek tehénszaros gumicsizma van a lábán. Akkor ezek szerint a valós munka az a nehéz, fáradtságos fizikai munka lenne? Az, aki az eszét használja, az nem dolgozik? Én azt gondolom, hogy azok, akik csak a fizikai munkát tartják valós munkának, nekik nem alkalmas az MLM. És azoknak sem való, akik inkább 1000 forintot szeretnének azonnal, mint hogy várjanak mondjuk fél évet arra, hogy 100 000 forintot keressenek. Egy MLM vállalkozás indításához merni kell nagyot álmodni. És érzelmileg annyira érettnek kell lenni, hogy az ember a vágyait késleltetni tudja. A percemberkék, akik a munkájukért azonnal akarják az ellentételezést, azok inkább vállaljanak túlórát vagy másodállást, de ne foglalkozzanak hálózatépítéssel. Ezt nem megbántásképpen mondom, egyszerűen nekem ez a tapasztalatom. Egy ilyen üzlet a bizalomra épül, a bizalommal kezdődik. Bízom annyira a leendő szponzoromban, hogy elfogadom a ganodermás kávét, hogy megkóstoljam. Bízom benne annyira, hogy csatlakozok hozzá, mert fog tudni nekem segíteni, hogy sikeres legyek. Aztán bízom az anyacégben, hogy mikorra szeretném a munkám gyümölcsét learatni, addigra nem tűnik el a ködben. Aztán természetesen idővel ez a bizalom bizonyossággá erősödik. Ha engem kérdezel, a network marketingben valóban dolgozni kell. Képzelj el egy nyitott ollót, vagy egy nagy X-et. Az X-nek a bal felső sarka a munka, amit bele kell fektetni, a bal alsó sarka pedig az érte kapott jövedelem. Hát ezen a ponton még senki nem gondolná ezt jó üzletnek. De ahogy haladunk előre az időtengelyen, egyre kevesebb munkáért egyre nagyobb lesz a jövedelem, amíg el nem érjük a metszéspontot. Ezen a ponton még a szkeptikusok is elégedettek lennének, hiszen körülbelül ugyanannyi a jövedelem, mint amennyi munkát belefektetsz. Csak hogy ezután jön az az időszak, ami miatt olyan szakemberek, mint Robert Kiyosaki, az MLM-et nagyra tartják, és azt gondolják, hogy ebbe érdemes belevágni, hiszen innentől kezdve már szinte semmi munkáért, vagy nagyon minimális munkáért is hatalmas jövedelmet lehet keresni. Valós, passzív jövedelmet a valós munkáért, amit éveken keresztül beletettél. Hogyha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat, és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Hogyha van egy kérdésed, amire szeretnél választ kapni, akkor azt írd meg kommentben a videó alá. Tarts velem, és váltsunk kasztot együtt!